Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Loboda Árpád vagyok. A mai műsorunkban Pásztor Istvánt, a VMS elnökét kérdezzük annak a találkozónak a részleteiről, amelyen tegnap vett részt a szerb államfővel. A megbeszélésen kitértek a határátlépés részleteire. A határmenti településeken élők mindennapjait megkeserítő migránsokra, de szabadkai, palicsi és regionális fejlesztési kérdésekről is beszéltek. Ezután önkormányzati témával foglalkozzunk, megnézzük, hogyan halad a bácskosútfalvi Reki új medencéjének építése és a topolyai hotel építése. Két hete tart Szerbiában a második fél év az iskolákban, megnézzük, milyenek a tapasztalatok, műsorunk végén pedig fűtés és környezetvédelem. Tartsanak velünk! Tegnap délelőtt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Facebook profilján közzétette, hogy újra a PCR teszt és karantén kötelezettség nélkül járható át a magyar-szerb határ. A VMS elnöke erről Alekszandar Vučić köztársasági elnökkel tartott megbeszélésén állapodott meg. A két politikus több témában is egyeztetett. Pásztor ismét felhívta az államfő figyelmét, az észak-vajdasági települések lakóinak életét napi szinten megkeserítő migránsokra, de szabadkai, palicsi és regionális fejlesztési kérdésekről is beszéltek. A VMS elnökével Pető Attila készített egy hosszabb terjedelmű interjút Újvidéken, amelyet most teljes terjedelmében láthatnak. Köszöntöm a közügyek nézőit. PCR-teszt és karantén kötelezettség nélkül lehet átlépni a magyar-szerb határt, illetve Magyarországról beutazni Szerbiába. Erről egyeztetett Pásztor István, Alekszandar Vučić köztársasági elnökkel, és a megbeszélésüket követően kevesebb mint 1-24 órán belül életbe is léptek ezek a változások. A megbeszélésen egyéb fontos témaköröket is érintettek a felek. Mindezekről most Pásztor Istvánt, a VMS elnökét kérdezem. Elnök úr, ahogyan már említettem is, nem kell tovább sem PCR-tesztet csináltatni, sem pedig karanténba vonulniuk azoknak, akik Magyarországról Szerbiába utaznak be. Hogyan sikerült elérni azt, hogy megszűnjenek ezek a feltételek, amelyek korábban érvényben voltak? Ön is többször hangot adott annak, hogy ez egy égető probléma volt. Hál' Istennek ez sikerült. Több hétig foglalkoztunk ezzel az üggyel, hosszú ideig nem értettük, hogy mi ennek az oka, mert a környező országok vonatkozásában ez a szigorítás, ez a szabály nem létezett. Én ma se értem, hogy Magyarország irányában miért létezett, de azt gondolom, hogy ebben a pillanatban ez már nem is fontos. Ugyanis nem csak beszéltünk erről tegnap, hanem a beszélgetést követően, mint egy órával már a kormányfő asszony jelezte nekem, hogy éjféltől ez a megbeszélés ez hatályba is fog lépni. És ami hál' Istennek megtörtént, ugyanis volt az elmúlt hónapokban olyan megbeszélés, amit nem követett cselekedet, és elmaradt az életszerű működtetése a megbeszélésnek. Ez most hál' Istennek nem így van. Úgyhogy az ellenőrzések azt bizonyították, hogy éjféltől valóban szabadon lehet közlekedni. Azt gondolom, hogy ez mindenki számára könnyebbséget jelent. Én már a mai délelőtt folyamán jeleztem, hogy napokon belül abban a helyzetben fogunk kerülni, hogy azok a határátkelők, amelyek ebben a pillanatban nyitva vannak, azok kevésnek fognak bizonyulni, és indítványoztam, hogy induljon el a gondolkodás és az egyeztetés azzal kapcsolatban, hogy az ebben a pillanatban becsukott határátkelők közül melyiket lehetne megnyitni annak érdekében, hogy minél kevesebbet kelljen várakozni, és hogy visszatérjünk abban normál menetbe, ami a határátkelést jellemezte normál időben. Ugyanis szerintem erre kell fölkészülni, föl kell éleszteni újra a rendszert, melegíteni kell a rendszert, mert a védőoltások tömeges fölvétele azt fogja hál' Istennek jelenteni, hogy vissza fogjuk szorítani a vírust, és meggyőződésem szerint valamikor ott húsvét magasságában vissza tudunk térni, ha nem is teljes mértékben ahhoz, amit megszoktunk normális életkörülmények, de majdnem oda vissza tudunk kerülni.
A köztársaság elnökkel folytatott beszélgetése során érintettek fejlesztéseket is, tehát fejlesztésekről is beszélgettek, konkrétan Szabadkát, Palicsot érintő fejlesztésekről, illetve a kultúra szféráját is érintették. Miről beszélgettek egészen pontosan? Hát alapjában ez a kérdéskör volt, a fejlesztések kérdésköre Palicsnak a témája volt, a közvetlen apropója ennek az általam kért találkozásnak, ugyanis pár hónappal ezelőtt a tavaly júniusi választásokat követően a Vajdasági Magyar Szövetséget illette meg, vagy illeti meg a felelősséghordozásnak a kötelezettsége és joga a Park Paliccsal, illetve a palicsi turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatban. Olyan módon vettük át a céget, ami problémákat generált első pillanattól kezdve. Nem történt meg a cégnek az átadás átvétele olyan módon, ahogy az normális égnál szokás. Nem történt meg a munkáknak az olyan módon történő átadása, ahogy az partnerek között szokásos. És ez első pillanattól kezdve feszültségeket jelentett. Ezeket a feszültségeket szerettem volna leírni és elmondani a köztársasági elnöknek. Ezek nem pártpolitikai kérdések, és nem lokális kérdések, figyelembe véve Palics fontosságát, a palicsi fejlesztéseknek a fontosságát. Fontosnak tartom, hogy az élménypark, ami a tó partján kezdett épülni, és amit abban a pillanatban, amikor lehetőségünk volt leállítani, azt leállítottuk. Fontos volna az elkövetkező napokban, hetekben megnézni, hogy vajon szüksége van-e annak arra Palicson. Ha szükség van rá, akkor hol lehet azt fölépíteni, milyen körülmények között lehet úgy működtetni, hogy biztonságos legyen, hogy ott senki ne szenvedjen komoly sérülésekkel járó balesetet. Ez egy olyan kérdés, ami azt gondolom, hogy nem söpörhető szőnyeg alá, és nem tartható az az állapot, amit mi örököltünk. A felelősségünk ezt nem teszi lehetővé. Ezt akartam egyrésztről elmondani a köztársasági elnöknek, másrésztről az épülő akvaparkkal kapcsolatban vannak jelek, amik komoly műszaki és egyéb más hiányosságokra utalnak. Ahhoz, hogy az akvaparknak a befejezése bekövetkezzen, még durván 400 millió dinárra van szükség, amellett a közel 1 milliárdhoz, ami már bele lett ölve abba a beruházásba. Erről is tudni kellett a köztársasági elnöknek, tudni kell neki, mint köztársasági elnöknek is, és mint a haladó párt elnökének. Nem az a szándék, hogy mi itt mutogassunk, és felelősöket keressünk, és fényezzük saját magunkat. Az a szándék, hogy ezt a beruházást minél hamarabb befejezzük, hogy az műszakilag rendben legyen, biztonsági szempontból rendben legyen, és hogy zökkenőmentesen tudja fogadni a vendégeket, mert Palicsnak tartalomra van szüksége, és ennek a tartalomnak a biztosítása többek között ez a tartalom is. Azt szeretnénk, hogyha már ebben a fürdési szezonban, ebben a nyári szezonban, hogyha nem is az elején, de valahol a vége felére ez a beruházás befejeződne. A szerződés alapján a beruházás határideje, befejezésének a határideje március 7-e. Elméleti esély nincsen arra, hogy ez befejezésre kerüljön, nem lehet ezt elhallgatni. Lehet, hogy ez valakinek fáj, annak, aki mondjuk egy kicsikét elaludt ezen a problémán, de ez nem lehet ok arra, hogy mi erről ne beszéljünk, és azt gondolom, hogy ezt így kell, illetve így lehet kezelni. A Palicssal kapcsolatban tájékoztattam az elnököt arról is, hogy milyen akciók vannak folyamatban, milyen gondolkodások vannak folyamatban, milyen beszélgetések vannak folyamatban a víznek a minősége biztosítása szempontjából, milyen fázisban áll az a nagy beruházás, amit az EBRD, illetve a német KfW banknak a pénzügyi támogatásának, illetve hitelkonstrukciójának köszönve bonyolítanak a palicsi szennyvíznek a kezelése, illetve a víztisztítóba való elvezetése vonatkozásában annak érdekében, hogy a Palicsba bejövő víz az tisztább legyen és tiszta legyen, és hogy megakadályozzuk a további szennyezését a víznek.
Vannak elképzelések a víz minőségének, az iszap mennyiségnek a csökkentése vonatkozásában is, erről is beszéltem az elnökkel, illetve körvonalazódik egy jelentős hotelfejlesztés, egy nagy volumenű hotelfejlesztés Palicson, azon a lokáción, ami a masterterv alapján erre a rendeltetésre elő is van látva, ez a tó, a vértó, a prezidentszálló és a férfi strand közötti nagy üres terület. Ez azért volna fontos, mert egy teljesen más értelmezési keretet adna Palicsnak, mint turisztikai desztinációnak, más volna az üdülő tartalomnak a vonzereje. Ez nem csak Palics szempontjából volna fontos, nem csak ennek a hotelnek a szempontjából volna fontos, hanem mindazok szempontjából, akik ott turizmussal, vendéglátással foglalkoznak, akik ebből élnek, akik itt tudnának munkához jutni, illetve fontos volna a városnak és az egész régiónak, mert egy másfajta vonzerő jelentene, egy olyan mágnesszerű vonzerőt, amiről régóta álmodunk, amit régóta reálisnak tartunk. Az elkövetkező hónapokban reményeim szerint ez az elképzelés, ez körvonalazódik teljes mértékben, és a megfelelő döntéseket meg lehet hozni. Ez volt többek között az a fontos kérdés, kör, csomag, ami a beszélgetésnek az indítatását jelentette. A hónapi nap folyamán nagy valószínűséggel ez a beszélgetés folytatódni fog, ugyanis a köztársasági elnök megbízott egy közvetlen környezetében levő egyik munkatársát, hogy ezt az egész csomagot folyamatosan kísérve, elősegítve a döntéshozatal előkészítését partner legyen. Szóba kerültek a migránsok jelenlétéhez köthető gondok is. Ha jól értelmeztem, amit ön a közösségi oldalán írt, a köztársasági elnök erőteljesebb közbenjárást ígért a migránsok ügyében. Mit lehet ez alatt érteni? Én ezt kértem tőle. Volt egy nagyon hosszú idő, amikor mindenki tehetetlenül szemlélte, hogy mi történik. Az elmúlt hónapokban ettől egy picikét több történt, vagy sokkal több történt, ez most szemlélet kérdése, de nem elég. Az történt, hogy időről időre a csendőrség, a rendőrség összegyűjtötte a migránsokat, és elszállította, visszaszállította őket a befogadó központba. Ez, én úgy fogalmaztam, egyfajta tüneti kezelés, fontos, mert legalább pár napra a lélegzethez jutnak azok, akiket ez a jelenség sújt. De semmiféleképpen nem megoldás. A megoldás az volna, hogy a törvény betűjének a betartása következzen be. Aki bejön az országba és menedéket kér, addig, ameddig a beadványa nincsen elbírálva, addig maradjon a befogadó központban. Ezért azt kértem a köztársasági elnöktől, hogy segítsen abba, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a migránsok utaztatásának a szervezőit, a taxisokat, a határon felaltott betöltő rendőröket, határőröket, akik üzletszerűen segítik a migránsoknak a megjelenését, a határnak a határ átjárására tett kísérletet, ezeket göngyölítsék föl. Én nem tudom ezeket az embereket megnevezni. Én azt sem tudom, hogy ez valóban így van-e, vannak ezzel kapcsolatban elég komoly föltételezések és gyanúk. De abból kiindulva, amit a terepen az emberek mondanak, akik el tudják mondani a neveket, a taxiszámokat és minden egyéb mást, azt gondolom, hogy ez egy reális probléma, amit meg kell oldani, mert egyszerűen se az érintett területen élő polgárok, se pedig mi, mint ország, ezt nem érdemeljük meg. Azt gondolom, hogy ez nem lehet állapot. Az se lehet állapot, hogy Palics kellős közepén délután 6 órakor a fal mellett aludjanak azok az emberek, akik itt akarnak a kartonpapíron, és mindenféle rongyokkal betakarózva február elején aludni, megpihenni, és utána tovább indulni. Ezt az egész helyzetet azt gondolom, hogy kezelni kell.
A köztársasági elnök erre ígéretet tett. Én nem kétlem ennek az ígéretnek a komolyságát. Azt se kétlem, hogy van-e olyan mechanizmus, amivel ezt meg lehet csinálni, de egészen biztos, hogy ez egy nagyon összetett, egy sziszifuszi munka, napról napra újra és újra neki kell fogni. Erre vagyunk fölkészülve. Budapesten is járt az elmúlt napokban. Kikkel találkozott, miről tárgyalt? Igen, hétfőn voltam Budapesten, készül egy makroregionális fejlesztés, illetve makrorégióra vonatkozó fejlesztési elképzelés, aminek a dél-magyarországi térség, illetve a vajdasági térség északi része jelenti a területét. Ilyen elképzelések az elmúlt években, évtizedekben voltak, újra voltak, és újra vannak, és újra lesznek, mert mindig újra és újra kell gondolnunk, újra és újra kell pozícionálnunk saját magunkat a változó időben, a körülményeket figyelembe véve. Erre kerül most aktuálisan sor, azzal a szándékkal, hogy az elkövetkező 5-10 évet próbáljuk valahogy átlátni, belelátni, előrelátni, megfogalmazni azokat a tendenciákat, amik ebben a pillanatban a számokból kiolvashatók, és megfogalmazni azokat az újabb, az idők szavának megfelelő fejlesztési irányokat, fejlesztési tartalmakat, amik itt tudnak tartani embereket, amik élhetővé teszik ezt a közeget, amik esetleg vissza tudnak hozni embereket. Erről a fejlesztési elképzelésről beszélgettünk több döntéshozóval a magyar kormányon belül hétfőn, illetve alkalmam volt rövid beszélgetést folytatni a miniszterelnökkel is, abban maradva, hogy annak a hétfőn elkezdett beszélgetésnek valamikor február végén, március elején lenne folytatása. Elsősorban a sportfejlesztések képeznék a beszélgetésnek a gerincét, lényegét. Erről a témáról különben a szerb köztársasági elnökkel is elvi síkon egyeztettem, és elmondtam, hogy milyen szándék vezérelt bennünket eddig, amikor akár a TSC-vel kapcsolatos fejlesztések történtek meg, akár pedig a Birkozó Akadémiát kezdtük el építeni, illetve hogy mi az, ami mozgat bennünket akkor, amikor a szabadkai jégcsarnokról, vagy pedig a zentai vizes központról, vagy az adai kézilabda központról gondolkodunk. Lenne még egy kérdésem, ami a vajdasági magyarság szempontjából fontos kérdés. Ha jól tudom, az Aracsi puszta templommal kapcsolatban is folytat egyeztetéseket. Felújítják a templomot? Éppen ma fejeződött be egy fél órával ezelőtt egy fontos megbeszélés, ami azt gondolom, hogy előbbre viszi ezt az egész erőfeszítést. A magyar kormány az elmúlt években több döntés eredményeképpen jelentős forrásokat biztosított, vagy helyezett kilátásba ennek a felújítási munkálatnak a elkezdéséhez és lebonyolításához. A szerb kormányzatnak, legyen az köztársasági kormány vagy tartományi kormány, úgy szintén érdeke ennek a létesítménynek a felújítása, közkincsé tétele úgy, hogy megközelíthető legyen, hogy olyan körülmények legyenek, hogy ott turistákat lehessen fogadni, úgy, hogy a tömeges megjelenés az embereknek semmiféleképpen ne okozzon kárt magának a műemlék jellegű létesítménynek, épületnek. Erről beszéltünk ma. Én azt remélem, hogy a beszélgetés eredményeképpen pár héten belül aláírásra kerül az a hosszú távú megállapodás, vagy úgy, ha úgy tetszik, szerződés, ami egy 50-50%-os finanszírozást fog jelenteni a teljes felújítás vonatkozásában, ami utat, villanyvezetéket, telefonhálózatot, látogatóközpontot jelent, és magának a
a templom körüli mintegy 70 hektárnak a föltárását, az ottani ásatásoknak a lebonyolítását, az ott talált tárgyaknak a kiállítását, illetve magának a műemléképületnek a konzerválását. És ezt követően hozzá lehet majd fogni ehhez a nagyon összetett és nagyon sok szakmát megmozgósító közös mutatványhoz, és talán egy 2-3 év alatt be is lehet fejezni. Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést és hogy a rendelkezésünkre. Köszönöm az érdeklődést. A közügyeket Pető Attila tudósította. Önkormányzati témával megyünk tovább. Nem minden vajdasági település büszkélkedhet olyan rekreációs központtal, mint Bács-Kossuth falva, mivel az elmúlt nyáron nem sokan juthattak el a távoli tengerpartokra, ezért ilyenkor még jobban felértéklődnek a hazai pihenési lehetőségek. Stábunk a héten Bács-Kossuth falván járt, annak utána, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban milyen beruházások valósultak meg. Megnéztük, hogyan haladnak a Reki új medencének munkálatai, de ellátogattunk a könyvtár tatarozott épületébe és a felújított tornaterembe is. Kívül friss és tiszta, belül festék illatú. Megújult a Topolyai Könyvtár Bács-Kossuth falvi fiók intézetének épülete. Új maga a bejárat, a folyosó, a könyvtárterem. Kicserélték az elektromos hálózatot, álmennyezetet hoztak létre, a nyílászárók külső szárnyát termóablakokra cserélték. A korábbi villanykályha helyett légkondicionálókat szereltek fel, amelyek a fűtésre is alkalmasak lesznek. Újak a mosdók is. Készen vannak mindennel, vagy még van, ami hátra van? Nem vagyunk még készen mindennel, tehát a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából teljesen új felszerelést kap a könyvtár, ami azt jelenti, hogy egy ilyen magához, a teremhez kialakított belső építész által tervezett, teljesen új és modern könyvtárat várunk. Arra számítunk, hogy egy teljesen mondjuk a magyarországi kistérségi könyvtárakhoz hasonlóan egy ilyen olyan könyvtárat alakítsunk ki, ahol mindenki jól tudná érezni magát, kezdve a gyerekektől az idősekig, egy gyermeksarokkal, időseknek újságokkal, és természetesen ugye az olvasóknak a könyvekkel. Ez pedig már az iskola tornaterme, ahol vakítóan fényes a felújított padló. Nagyon új illata van még a tornateremnek, mi mindent újítottak fel, és mikor lett kész? Tehát a tornaterem felújítására kerül sor, illetve a tornaterem padlózatának a felcsiszolására és újrafestésére került sor, itt a december hónap utolsó hányadában, valamint a tornateremnek a belső falai, a belső festése újult meg, illetve a hozzátartozó mellékhelységek, öltözők és az átjáró folyosó újult meg ebben a projektben. Az elszámolási határidő és a megvalósításra is volt bőven idő, egészen májusig adtak határidőt, de nem volt itt mire várni, itt volt a téli szünidő, meg hát a járványhelyzet, és úgy voltunk fel, hogy ki kell használni. És akkor most igazából a diákok már használhatják is a tornatermet a második fél évben. Így van. A tornaterem felújítása azonban ezzel nem ért véget. Tervben van a régi gyári ablakok kicserélése és a teljes külső szigetelés is. A terem felfűtése ugyanis nagyon nehéz. Utolsó állomásunk a rekreációs központ, közismert nevén a Reki, ahol a telet a fejlesztésre használják ki. Az új medence alapkövét nyáron tették le, a munkálatok pedig jól haladnak. Ha minden jól megy, a következő strand szezonban már a fürdőzők is kipróbálhatják. Az egyik kedvenc vajdasági medencém a Reki, nagyon sokat jártunk ide nyáron, mert hogy tágas, tiszta, felszerelt, barátságos, és nagyon örülök, hogy kipróbálhatom az új medencéteket is, mert hogy ez lesz az új medence, igaz? Igen, épülőben van az új medence, ami a negyedik medence lesz már a Reki területén.
Igyekszünk, hogy nyárára a munkálatok ugye befejeződjenek, és egy szép környezet várja az ide látogatókat, ahogy törekedtünk ezt az elmúlt években is. Ezzel az új medencével megduplázódik úgymond a vízfelület, hiszen ez lesz a legnagyobb medence jelen pillanatban. Ez 460 négyzetmétert jelent, 460 négyzetméter vízfelületet jelent igazából. Milyen mély lesz itt a víz? Ennek a medencének a vízmélysége 1 méter 30 cm lesz, aki ide jön, tud labdázni. A medence szélein van rengeteg a ülőhely, illetve kialakításra került egy ilyen kifekvős hely is, ahol ki lehet így feküdni, úgy félig a vízbe, félig egy kicsit napozva is. Úgyhogy hiszem azt, hogy ez is egy népszerű medence lesz a többi mellett, ami itt megtalálható. Látjuk a medencének ezt a nagyobb épített részét, ez mi lesz? Ez a gépházat takarja, ugye itt vannak a szűrőberendezések, valamint itt a falon látszódik, itt egy ilyen vízesés lesz majd, ami még egy kicsit feldobja majd ugye a medencét, illetve a tetején majd egy ilyen kiülős, ki lehet ülni, lesznek asztalok, székek, napernyő, és esetleg onnan föntről is lehet nézelődni, bámulni a fürdőzőket. Idénre infrastrukturális fejlesztések is várhatók Bácskossuth falván. Két utca teljesen új aszfaltot kap, valamint a víz- és szennyvízhálózat is bővül, újul. Ehhez az önrész megvan, a többit pályázati forrásokból fedezik majd. Emellett továbbra is fokozott figyelmet kap az idegenforgalom, melynek terén újabb és újabb ötletek várnak megvalósításra. És továbbra is maradunk Topolya községben. Stúdiónk vendége Szatmári Adrián, Topolya polgármestere. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Hát akkor nézzük, hogy Topolyán mi újság van. Évtizedes kérdés és probléma a helyek által csak hotelként ismert épület a központban. Ugye a problematikája, a kérdése, amit most az önkormányzat az elmúlt néhány évben magára vállalt, eldöntötték, hogy már pedig hasznosítják ezt az épületet. Mi a probléma ezzel az épülettel, mert a mai napig is újra és újra felszínre kerül az, hogy ez az épület nem jó. Így van, a folyamatban levő fejlesztések mellett Topolyán egy újabb fontos problémát tudunk megoldani az idei évben, ez pedig nem más, mint a valamikori hotel épületének a teljes körű felújítása. Ezt az ingatlant az önkormányzat 2015-ben vásárolta meg, és első lépésként lebontottuk a legfelső szintet, ami többletterhet jelentett az alapzatra. Ezután felkerült az épületre a tetőszerkezet, most pedig harmadik fázisban megkezdhetjük az épületnek a teljes körű felújítását. Ezt a projektumot 1 milliárd 30 millió forint értékben Magyarország kormánya támogatja. Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatást Magyarország kormányának, a Bethlen Gábor alapnak és Pásztor István elnök úrnak, aki közben járt ebben az ügyben. Ez az 1 milliárd 30 millió forint 333 millió 400 ezer dinárt jelent dinárban, és a projektumnak az összértéke pedig 440 millió dinár. A hiányzó eszközöket a márciusi testületi ülésen előirányzott költségvetés módosítással fogjuk betervezni, és így szeretnénk majd megvalósítani ezt a projektumot. Az épület egy művészeti közigazgatási közösségi épületkomplexum lesz. Az épületnek egyik részében egy 59 férőhelyes kollégium fog helyet kapni, a másik részében pedig konferenciatermet és irodahelységeket szeretnénk kialakítani, átköltöztetni ide a községi közigazgatást és más községi intézményeket. Így szeretnénk leegyszerűsíteni a polgárok számára az ügyintézést. Tessék csak befejezni mondatot. Ennek a projektumnak a fő kedvezményezettje Topolya Község Művelődési Háza, és ők a felelősek a projektum lebonyolításáért. Tehát nyilvánvaló, hogy akkor nem egy hotelt építenek. Ha áttérünk mondjuk a stadionra, ugye mindenki tudja, hogy Topolya a TSC ad otthont a TSC-nek, a helyi labdarúgó csapatnak, a Szuperligában szereplő csapatnak. Egy hatalmas stadion épül. Hogy áll ez az építkezés most? Topolya számára ez is egy nagyon fontos beruházás, ami nem csak a sport terén fontos, de gazdasági, közösségépítő szerepe is van. A kivitelezés az ütemtervekkel összhangban halad, és már az idei évben a csapat
csapat ebben a stadionban tud majd mérkőzéseket játszani. Ez egy 4200 férőhelyes stadion lesz, UEFA tehát standardok szerint fog épülni. Egy nagyon korszerű, nagyon modern stadion lesz. Tehát ez már nemzetközi mérkőzéseknek is otthont adhat. A Topolyán néhány évvel ezelőtt a régi idejét múlt, és már funkcióját nem ellátni képes. Fürdőt lebontották, újat kezdtek építeni. A Vénusz mikor fog újra régi szépségében tündökölni? A fedett medencének a kiépítése is folyamatban van. Ezt a projektumot teljes mértékben Topolya község önkormányzatának a költségvetéséből finanszírozzuk. Jelen pillanatban az első fázisnak a kivitelezése van folyamatban, ami azt jelenti, hogy az épület tehát szerkezeti szempontból kell, hogy elkészüljön. A második, és ez az első fázis, ez már az idejében be kell, hogy fejeződjön. A második fázisra pedig tartományi és köztársasági forrásokból szeretnénk biztosítani az eszközöket. A második fázis magába foglalja a medence felszerelést, a hűtés és fűtés technikát, a területrendezést, valamint a finom építészeti munkálatokat. Erre a következő év folyamán tud már sor kerülni. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy 22 nyarán azért már talán lehet? 22 év végén talán ez lenne a pontosabb. És akkor a beszélgetésünk végére még a diákotthonról is néhány szót ejthetünk. Ezt, ha kívülről nézzük az épületet, akkor ez kész is van. Mikor költözhetnek be a diákok, valóban készen van-e? Ez a diákotthon készen van, az épületre megkaptuk a használati engedélyt, a diákok szeptemberben költözhetnek be ebbe az épületbe, és ezt a projektumot Topolya község költségvetéséből és tartományi forrásokból tudtuk megvalósítani. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos beruházás ahhoz, hogy a Topolyán működő oktatási rendszert fent tudjuk tartani, vagy akár fejleszteni tudjuk azt. Nagyon szépen köszönjük, hogy befáradt hozzánk, és mindezt elmondta. Köszönöm a lehetőséget. A szerbiai általános és középiskolákban január 18-án vette kezdetét a második fél év, és a tanítás a szeptember 1-től alkalmazott modell alapján folytatódott. A rövidített órák és az online oktatás miatt a középiskolák igazgatóinak számolniuk kell azzal is, hogy a tanulóknál tudásbéli hiányosságok is jelentkezhetnek. A 15 főnél nagyobb létszámú osztályok esetében a felsősöknél és a középiskolásoknál hetente váltakoznak a tantermi és az online órák, míg az alsósok minden nap járnak iskolába. A kis létszámú osztályok miatt az Óbecse és a Mumihály általános iskolában csak a 8-osokat kellett két csoportra osztani. Sok nehézséget okoz ez a vírus, azonban úgy gondolom, hogy mindenki máshogy írja át, és valakinek sokkal könnyebb otthonról dolgozni. Nekem véleményem szerint jobb iskolában, mert akkor több dolgot megtanulok, és főleg úgy vettem észre, hogy a diákoknak nehéz a koronavírus, és főleg azoknak, akik általános iskolából középiskolába, vagy középiskolából főiskolára mennek. Barna Zsanett a kezelő orvosa javaslatára csak online tanul. Továbbtanulás szempontjából nem tartom a legjobbnak, mivel hogy mégis más, amikor a tanár mondja el az osztályban, és az osztálynak, hogy tehát a tananyagot, akkor jobban meg lehet jegyezni azért. És akkor így ugye később évek múltán is jobban vissza lehet idézni egyes tananyagokat. Viszont amikor online küldik a tanárok, akkor ugye nincs ez, és ezért tartom hátránynak, mivel hogy nem marad annyira meg. A kombinált oktatás és az érettségire való felkészítés a tanároknak is komoly kihívást jelent. Amit én órán elmondok, illetve megbeszélünk a gyerekekkel, ugyanazt a tartalmat, ugyanazokat a fontos dolgokat online is közlöm velük, tehát föltöltöm egy online tanterembe. Aki nincs ott, tudja követni, tehát ugyanúgy, mintha ott lenne órán. Na most, aki szorgalmas diák, az természetesen ezt megteszi, és követi az órát. Akinek viszont egy kis biztatásra van szüksége, az lehet, hogy kevésbé teszi meg ezt, vagy figyel oda, és így lemaradnak a gyerekek.
az érettségre való fölkészülés ugyanígy működik, és ebből kifolyólag attól félünk, hogy ez az idei érettségi, ez nehéz is lesz, és eléggé, hát nem is tudom, kihívás lesz. A diákoknak nem csak a tanulás miatt fontos rendszeresen iskolába járniuk, a közösségi élmények jelentős része is kimarad most az életükből. Az iskola az nem csak a tanulásnak a szintere, hanem egyetemi, hogy a nagyon fontos, különösen a felsős diákoknál, de hát alsótól kezdve a társaság, a kortársak jelenléte és az ővelük való kapcsolat. Tehát ilyen szempontból nyilván maga az online tanítás, ahol nem volt erre lehetőség, akkor ez nyilván hátrány szenvedett. Tehát, hogy igényük van erre, és ezt most is látjuk, hogy azok a diákok, akik az úgynevezett kombinált modell szerint járnak, tehát hétfőn, szerdán, pénteken jönnek iskolába, a következő héten pedig kedden, csütörtökön, és nem rendszeresen, tehát igénylik azt, hogy itt jelen legyenek, és hiányzik nekik. Arról nem beszélve egyébként, hogy ami magát a távoktatást illeti, sokan jeleztek vissza a diákok, hogy sokkal könnyebb úgy megjegyezni, vagy úgy megtanulni a tananyagot, hogyha élőszóban hallják a tanártól. Nagyon sokaknak egyébként ez az elsődleges bázis, ami a tanulásukat illeti, és lehet, hogy kevésbé jelentős az otthoni önálló munka. Az Óbecsei Közgazdasági Kereskedelmi Iskolában is kombinált módszer alapján indult a második fél év. Ebben a tanintézményben sikerült úgy megoldani az oktatást, hogy a diákok többet vesznek részt tantermi oktatásban, mint az online felületen. Szeptemberben azonban újabb komoly kihívások elé néznek majd itt a tanárok. Ja moram da kažem sa velikim strahovima, znači bez obzira koji segment obrazovnog sistema, odnosno koji deo obrazovnog sistema da je u pitanju, znači naša nastava je trpela. Bez kvalitet znanja koji učenici nose iz određene godine, ajde da kažem učenje, sigurno da postoji, jer boravak u školi nije samo usvajanje znanja i veština, već je istovremeno i to i vaspitanje i socijalizacija dece određene uzrasne dobi, tako da naravno da ćemo se i na početku prvog razreda suočiti sa rupama u znanju, tako da pretpostavljam da će kvalitet biti mnogo niži. Dalje, kriterijumi ocenjivanja su značajno pali, tako da pretpostavljamo da nećemo imati, što se numeričkih pokazatelja tiče, nekih velikih problema, ajde da kažemo tako, ali da će kvalitativno svakako rupe postojati. Az igazgatónő szerint az érettségire való felkészítés zökkenőmentesen zajlik az iskolában, és az egyetemi felvételire is segítenek felkészíteni a diákokat. Oktatási témában pedig Tóth Kornél, a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola igazgatója, a vendégünk Zentáról. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és üdvözlöm a Pannon TV nézőit! Ebben a felvezető anyagban óbecsei iskolákról volt szó. De kis létszámú iskolák, itt nem volt olyan nagy probléma a váltások megszervezése. Zentán specifikus a helyzet, itt három iskola is egymás közvetlen közelébe van. Önök hogy tudták megoldani ezt? Az elmúlt két hétben, ugye majdnem két hete van az oktatás, így újra a második fél évben. Ugye azt tudjuk, hogy a Zentai Gimnázium épületében három iskola működik, ugye a gimnázium, a közgazdaság és az egészségügyi középiskola, ezek ugye teljesen különálló intézmények, de egy épületben vagyunk, egymásra vagyunk utalva, és rendkívül jó együttműködésünk van, még a jóval a Covid előtti időszakból. Mi szinte, tehát ami az oktatás megszervezését illeti, maradtunk a régi modellben, tehát ugyanúgy a gimnázium van egy váltásban, a közgazdaság és az egészségügyi középiskola van a másik váltásban, azzal, hogy természetesen mi is a kombinált oktatási módszert alkalmazzuk, tehát az osztályok fel vannak osztva kettő részre. Az osztály egyik része az iskolában hallgatja az órákat, míg a másik része a különböző IT eszközökön keresztül otthonról hallgatja az órákat.
Úgyhogy valójában megvan oldva minden, meg szeptember óta, amióta bevezették ezt a kombinált oktatást, minden hátrányát körülbelül megismertük, és most már elég jól adaptálódott maga az iskola is, illetve a diákság és a tanárság is, azzal, hogy azért hiányzik a rendes oktatás. Egyébként milyenek a tanárok és a diákok visszajelzései ezzel a módszerrel, tehát hogyan tudták módosítani az oktatást, hogy online-ba is el lehessen mondani, és meg is lehessen tanulni mindazt, ami szükséges? Az igazság az, hogy kellett egy elég magas fokú alkalmazkodás az új körülményekhez, hiszen maguk a tanórák is ugye a 30 perces rendszerint mennek, és nem a 45 perces rendszerint mennek. Kellett egy alkalmazkodás ugye magához, a technológiához. Most már eljutottunk oda, hogy az órai előadást a diákok megnézhetik online felületen is, tehát a tanár, amit magyaráz, azt megnézhetik online felületen is. Eljutottunk oda, hogy mindenki elkezdte használni a felhő alapú tárolókat és minden más dolgot, úgyhogy törekszünk, amennyit tudunk kihozni ebből a helyzetből. Mondom, az eleinte adódó nehézségek, én úgy gondolom, hogy relatív sikeresen kivasaltuk és kiegyenlítettük. Megy az oktatás, a diákok tanulnak, nagyon-nagyon reméljük, ugye, hogy ez az egész dolog, főleg így, hogy megindult a védőoltások kiosztás, hogy a tanárok előnyben részesülnek, ugye, hogyha fölvételről van szó, és polgárság is egyre többen fölveszik a vakcinát, hogy ez az egész ilyenfajta munkamódszer hamarosan véget ér. Tehát jó így is, de várjuk a végét. Említette az informatikai felkészültséget, megoldásokat. A tanárok részéről gondolom nagyobb probléma volt, főként azoknak a körében, akik már nem a legfiatalabb generációba tartoznak. Ezeket a számítógépes felületeket, internet, online, felhő, Zoom, különböző felületeket elsajátítani. Volt ilyen ellenállás, vagy kellett őket rábeszélni ezekre a dolgokra? Hát az igazság az, hogy ellenállásba mint igazgató én egy pillanatig sem ütköztem. Azt tudni kell, hogy nálunk még a Covid előtti időszakban is relatív sokat adtunk arra, hogy az iskola informatikai felszereltsége minél magasabb szintű legyen. Úgy gondolom, hogy a mai napig az egyik legjobban felszerelt iskola vagyunk, akár a Vajdaságban is. Úgyhogy amikor a márciusi rendkívüli helyzetet kihirdették, mikor online oktatásra tért át az egész ország, a mi három iskolánk, tehát ugye a közgáz, egészségügy és a gimnázium volt talán az elsők között, akik meghirdették, hogy milyen módon szervezik meg magát az online oktatást, és relatív simán beindult az egész. Az egy másik dolog, hogy a szociális nézőpontja az egésznek milyen, tehát hogy a diákok el vannak választva egymástól, hogy nincs meg a szemtől szembe kapcsolat diák és tanár között, de műszaki, illetve technológiai problémák, illetve ellenállás nem nagyon volt, mindenki ráállt nagyon gyorsan az új munkamódszerre. Még egy rövid kérdésre van időnk. A kolléganője ugye azt említette, az igazgatónő, hogy hát lehet, hogy hiányos lesz a tudásuk, főként a végzősöknek, akiknek érettségizni és felvételizni kell. Mennyire ért ön ezzel egyet? Tapasztalunk bizonyos hiányosságokat. Itt mondom az időkorlát, a rendes órák hiánya és minden más dolog miatt. Vannak ellenpéldák is, mert vannak olyan diákok is, akik az online oktatás alatt jobban kibontakoztak. Ugye a közgazdasági középiskolákban már évek óta központi érettségi rendszer van, tehát a tanügyminisztérium által megszabott feladatsorból történik az érettségi vizsgáztatás, és tudni kell, hogy a tavalyi évben a márciustól júniusig terjedő anyagrészsel lecsökkentették az érettségi vizsgát. Idén ezt ugye nem lehet megoldani, mert az egész tanév különleges körülmények között folyt le. Meglátjuk, hogy milyen lesz az idei feladatgyűjtemény, illetve mi lesz a rendes feladatgyűjteménynek a sorsa az idejében. Én nagyon remélem, hogy egy kompromisszumos megoldás születik azért, hogy a diákok semmiféleképp ne lássák kárát ennek a rendkívüli helyzetnek, illetve a koronavírus járvány. Hát mindenféleképp így legyen. Köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm a kívást.
A fűtési idén kezdetével egymás után érkeznek a jelentések a levegő rossz minőségéről, a riasztó mutatókról Szerbia szerte. Ez alól a vajdasági települések sem jelentenek kivételt. Elsősorban a városok érintettek, de az itt betudható annak is, hogy a faluhelyen nem igazán végeznek ilyen típusú méréseket. Faluhelyen inkább a házak kéményeiből áradó füstöt lélegezhetjük be. A városokban pedig az ipar és a közlekedés, valamint a távfűtés rontja a levegőt. Vajdaság szerte elterjedt még a fával, és kisebb mértékben a szénnel való tüzelés is. Elsősorban a kisebb települések, valamint a kül- és kertvárosok házainak kéményeiből láthatunk felszálló füstöt. A fűtés ilyen formájára számos típusú kályhál rendelkezésre, és számos okból is döntenek az emberek a fa mellett. Mert szeretem, mikor én a régi módi vagyok egy kicsit, hogy tévézek, akkor nekem ropogjon a fa, lángot nézzem, meg ilyesmi. Meg úgy vettük ki, hogy a feleségemmel, hogy a fával jobban melegszünk, mint a gázzal. Gáznak nincs meg az a kalóriája, hát elég nagy helységet kell fűteni. A fa az egy-kettő bedurrant, meg utána is tartsa meleget, még a kályha ki nem hűl. A gáz meg, hát ha elzárod, akkor rögtön hideg van. És ezért találtuk jónak, hogy fával tüzeljünk. Körülbelül az ára egy volna, ugyanaz, a fát vagy a gázt. De fával jobban melegszünk, mint a gázzal. És mink már hát kicsit idősebbek vagyunk, nekünk kell egy kicsit a melegebb éghajlat, ugye, melegebb legyen a szobában. És azért döntöttünk úgy, hogy a fával. A füst a kora reggeli vagy az esti órákban a kifejezettebb, amikor begyújtanak a kályhákba. Emellett az időjárási viszonyok, valamint az égetett anyagok is kihatnak a füst mennyiségére és jellegére. Nagy a légnyomás. Akkor, mikor leszorul a füst, akkor lehet érezni. Meg azért látom én itt a környékben, hogy van a füstöl a kémény. Úgyhogy nem mindenki gázzal van, na most, hogy ők mivel tüzelnek, azt nem tudom, de azért látni a kéményeket, hogy füstőnek. Fát, szenet, pelletet és egyebeket használnak központi fűtésre is, de a gáz is elterjedt a családi házakban is. Azonban a városokban, pontosabban a tömbházakban a fűtés a városi távfűtőművek hálózatán keresztül működik. A távfűtőművek környezeti hatása nagyban függ a felhasznált fűtőanyagtól. A szén és a fűtőolaj például nagy mértékben szennyezik a levegőt. Ami az újvidéki távfűtőművek közvállalatot illeti, 2010 óta követik a káros anyagok kibocsátását központosítottan mind a hat városi telephelyen. A Novosadska toplana kao osnovni energent koristi prirodni gaz, pa je samim tim u samom startu već mogućnost emisije nekih štetnih materija i zagađenja životne sredine svedena na minimum, bez obzira na to, dakle, u svim segmentima našeg poslovanja vodimo računa o zaštiti životne sredine, pratimo trendove, unapređujemo poslovanje, pa se od same proizvodnje toplotne energije do eliminacije otpada vodi računa o tome da se prosto ne zagadi životna sredina, jel da vodi se računa o zdravlju samih zaposlenih, o zdravlju lokalnog stanovništva i u krajnjoj liniji gledamo da nekim budućim naraštajima ostavimo nenarušeno prirodno okruženje. Az energiahatékonysághoz, ezáltal a környezettudatossághoz is nagy mértékben hozzájárul a jó szigetelés is. Az új épületek már az energiatakarékosság jegyében épülnek, de a régieknél általában ebbe további pénzt kell fektetni. Eventualno možemo da damo neki topli savet poput zamene stolarije ili ukoliko je to previše za kućni budžet naših korisnika, da napomenem izolacijene trake za prozore i ulazna vrata koje su se pokazale kao vrlo efikasne. Onda neki savet poput toga da se ne drže po ceo dan očkrinuti prozori u kući jer tako zagrevamo spoljašnjost, već da se na 15 minuta širom otvore prozori, da se izmeni vazduh, a da se ne ohlade zidovi, da se namešta i nestavlja pored radijatora, da se veš ne suši na radijatorima. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek felénk is a hőpumpák. Hosszú távú befektetésként térnek át rá háztartások, de ez is inkább a családi házak jellemzője. Ja grejem szokad rá, ez a 6000 dinára. Mert szóval struje.
ta toplotna pumpa je kompresor, preko freona radi, ona je 3 kW, izbacuje 1:4, znači 12 kW toplotne energije. E, to je ta ušteda. Jer ja sam do sad koristio gas, plaćao sam za to 20.000 dinara. E sad uzmite koliko je to računica. Vajdaság számos településén gondot jelenthet a hőpumpák által használt kúti víz minősége, pontosabban a víz magas vastartalma. Ez korlátozhatja a pumpák működését. Ami ennél azonban fontosabb tényező, az a rendszer beszerzése és beszerelése. Početna investícia je velika. Njena cena košta između 3.000 i 5.000 evra. Ima različitih proizvođača i tako dalje. E sad, ko može to da? Ona mora da ima bunar jedan, odakle crpi vodu. Ja ovdje imam bunar od 25 metara. Cijevi sve, pumpa vuče. Ide kroz pumpu i vraća napolje. Znači odakle je izašla, tamo je ušla. A környezetbarát, kibocsátásmentes technológiák úgy ipari, mint otthoni szinten elsősorban pénzbe kerülnek, a lakosság nagy részénél pedig az anyagiak jelentik az elsődleges szempontot. Habár hosszú távon kifizetődik befektetni modern kályhákba, pumpákba vagy akár napelemekbe és jó hőszigetelésbe is, az ilyen mértékű kezdeti befektetéseket nem mindenki engedheti meg magának. Közügyek vendége pedig Sihelnik József, az Arkusz Környezetvédő Egyesület titkára. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tehát ugye orra mindenkinek van, és érzi azt, amikor a fűtéstől szennyezett a levegő, legyen az város, vagy falu, vagy bármilyen közösség. De mennyire környezetszennyező a fa, a szén, vagy ezek a nehéz olajak használata? Hát ugye nyilván az, ami... Szoktuk mondani, hogy ami nem megújul energiaforrás, tehát fosszilis, itt akkor gondolok ugye a kőolaj, a szén, a gáz is akár, tehát az nyilván, hogy még ha a gáz mondjuk kevésbé is problémás, mint például a szénfűtés, akkor sem nem megújuló energiáról van szó, ami azt jelenti, hogy ha egyszer elfogy, akkor nem lesz. Tehát nyilván, hogy azzal, amivel az, ami véges, azzal azért úgy kell gazdálkodni, vagy úgy kellene gazdálkodni, hogy okosan, és hogy minél tovább kihúzzuk, mint ahogy az olajkérdés is, mert már halljuk akár évtizede, hogy lassan elfogy majd az olaj, és már ugye a tudósok gondolkodnak, illetve a szakértők ezen, hogy hogy lehetne. Tehát most jelenleg ott állunk, hogy azt mondják, hogy az olajat inkább használjuk a különböző kenőanyagok készítésére, ne pedig okvetlen mondjuk a járműveknek a nagyszámú üzemeltetésére. És hát ugye ez is kihat nyilván a közlekedés a légszennyezésre, most nyilván egy kisebb faluba ezt azért nem lehet annyira észrevenni, de hát ugye a téli időszakban csak ugyan kifejezett ez a dolog, kifejezetten ugye a városokban, ahol még esetleg ipar is társul a dologhoz, és az érdekes, hogy itt nálunk ez mondjuk még a klasszikus értelembe vett környezetszennyezést vagy légszennyezést lehet alapul venni, tehát tényleg van a távhőtő művek, vagy van esetleg valami egyéb gyár, aki szennyez, persze. És érdekes, az Európai Unióban az EU27-ekben készítettek egy fölmérést, és hogy az emberek mit gondolnak, melyek a legnagyobb légszennyezők ugye az országokban, és hát mindenki az ipart és a közlekedést nevezte meg, holott egyébként a nyugati országokban komolyan be vannak tartva ezek a szabályok, és be vannak tartatva az előírások, ami azt jelenti, hogy egyes gyáraknak már olyan komoly szűrőberendezéseik vannak, és olyan komoly szűrőberendezések léteznek, amelyek annyira meg tudják tisztítani a levegőt, hogy az ipari szennyezés mértéke, légszennyezés mértéke igen csökkent, és most ott tartunk egyébként, hogy az EU27-ekben épp a lakossági légszennyezés, illetve dobogó első fokára lépett, ez nem más, mint a mezőgazdaság, a műtrágyák használata, hiszen nagyon sok de a műtrágyában. Mit tudunk tenni ilyenkor? Tehát nagyon sok ember úgy van, hogy hát az, hogy most én miben fűtök, az nem hat annyira ki, vagy én a szeméttel mit csinálok, nem hat egy embernek a cselekedete ki annyira a környezet szennyezésre, mert ugye a Kínában a gyárak, nem tudom én, tonnánként nyomják a levegőbe, és több millió liter szennyezésre,
szennyvizet a folyókba, hát hogy én most Szabadkán itt szelektíven szedem a szemetet. Ez tényleg így van? Nem tudunk mi erre kihatni? Vagy ez csak magunknak jó? Hát most lehet, hogy még addig nem indulnak el ezek a rendszerek. Ugye itt van, most már a kapuba várakozunk a regionális hulladéktárolóra, hogy mikor indul be szelektív gyűjtés, mikor kezdik újra hasznosítani. Eddig is ez az átmeneti állapot majd nehéz lesz, rá kell venni majd azokat az embereket is a szelektív hulladékgyűjtést, akik eddig nem tették, de aki már mondjuk hajlandóságot mutatott rá, neki sokkal könnyebb lesz, és kell. Tehát az a lényeg, hogy alapvetően oké, hogy vannak gyárak, de az emberek összességében is sokan vannak, tehát mondjuk a vízszennyezés se okvetlen egy gyárfelelős, hanem még azok a háztartások, akik esetleg beleengedik a szennyvízüket, tehát az is nagyon fontos. És a fűtésnél is így van, tehát azért mondjuk, ha logikusan szeretnénk gondolkozni, és az állami vezetés is úgy gondolkodna, akkor ezt a rengeteg sok tetőfelületet, ami van a falvakban és a városokban, ezt nyugodtan ki lehetne használni, például napelemek telepítésére, de jelenleg az országban nem engedélyezik ezeknek a használatát, mert hogy akkor konkurenciát jelent nyilván az áram szolgáltató társaságnak. A bejátszásban láttuk a hőszivattyú, vagy hőpumpa, ki hogy hívja, megoldást. Egyre jobban terjed ez a rendszer el. Mi itt az igazság? Tényleg ezzel a föld természetes vízkészletét, mint egy pocsékoljuk el, vagy azért itt is van környezettudatos megoldás, mert ugye itt kibocsátás nincs, egy pumpa zúg, viszont a víz jön a földből, és aztán a jobbik esetben menne vissza a földbe, még sok esetben a szennyvízbe engedik csak ki. Igen, tehát ezek a rendszerek csak akkor működnek jól, hogyha teljesen zárt a rendszer, ami azt jelenti, hogy jön mondjuk így a melegvíz, ami egyébként nem olyan nagyon meleg, az jön föl, és az kerül bele legjobb esetben padlófűtésbe, mert akkor tudja legjobban leadni a hatásfokát, tehát azért így kell kiépíteni, és utána, amikor lehűlt, végigment a rendszeren, a mára úgymond hidegvizet, azt egy másik úton kell, hogy visszapumpálja. Na most, hogyha ez zárt ez a rendszer, és nem jut be semmi, sehova, akkor elméletileg nem fogjuk szennyezni a talajvizet, de ha valahol bármi, és már pedig fognak a csövekből is, a szigetelő anyagból, a kötéseknél bármi anyag belejutni a vízbe, tehát hosszú távon valószínűleg, hogy valamelyest szennyezi a vízkészletet, amiben az a rossz, hogy nyilván, hogy az ivóvízünk is, főleg itt Vajdaságban alulunk jön sok esetben, tehát ugye a víz az nagyon kényes dolog, de minden esetre egyébként most jelenleg úgy néz ki, hogy egyre inkább elérhető, és mondjuk rá, hogy környezetbarátabb, mint a széntüzelés, úgyhogy végül is, aki be tud ruházni rá, annak valószínű, hogy megéri. Itt akkor van nagy probléma egyébként, ha nem tudja eléggé felfűteni a lakást, és még rá kell segítenünk valamivel. Na, ekkor jön esetleg be egy klímával, ami tudjuk, hogy elég nagy környezet szennyező dolog, vagy esetleg még valaki a tüzeléskájába begyújt egy kis szénne, tehát ez pont olyan kérdés, mint mondjuk a hibrid autók. Tehát a hibrid autó is rosszabb, mint a dízelüzemű, úgyhogy csak azt is el kell adni, és jó reklámja. Hát köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk. Én egy kicsit megnyugodtam, mert nálam is ilyen hőszivattyú van, hogy környezettudatos tudok lenni, és a vizet sem pazarolom. Sihálnik Józsefnek köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Ez volt már a közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap Kozma Zoltán várja Önöket hírháttér műsorunkban. További kellemes estét kívánok, a viszontlátásra!